Újra az Ánkán vagyunk, ahol a Cselgáncs Erzsébet tábor utolsó napján látogatunk el a dzsúdósok utolsó közös edzésére. Az egyhetes tábor során az ömében sárga, narancs és zöldöves gyerekek napi edzéseken vettek részt, szorgalmasan gyakoroltak, de emellett részük volt nagy balatoni strandolásokban és a tábor élet minden olyan élményében, amely emlékezetes lesz a számukra. Meg kell valljam a kedves nézőnek, hogy az első dobás látványától megfájdult a hátam, pedig ülve néztem végig. Kezdjük azzal, hogy hány lurkó van itt és honnét érkeztek ők? 230 gyerkőc van most itt a táborban. Most ezen az edzésen csak a csapat háromnegyede utolsó nap. Sajnos két napig esett az eső, és ma hála Istennek kisütött, szóval mondták, hogy inkább a strandra mennek, de idáig is nagyon szépen dolgoztak. És ez azt jelenti, hogy közel 23 klubból érkeztek ide edzők, gyerekek, hogy együtt tudjanak készülni. Ez mit jelent, hogy egy hétig voltak ők itt, tehát egy hétig dolgoztak minden nap, vagy azért volt valami kis lazulásos idő is? Ennek a programnak a különlegessége és a sikere az abban rejlik, hogy mind a kettő. Tehát nagyon keményen edzettek, közel napi 10-15 küzdelmet is egymással, tényleg fáradtan, de utána délután irány a strand, együtt, közös programok, kalandpark, szóval tényleg úgy tudtak itt készülni és úgy tudtak edzeni, hogy nem is vették észre, hogy milyen kemény fizikális terhelést kapnak. Azt látjuk, hogy rengetegféle színű öv van. Én ugye, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ninja filmeken szocializálódtam, ez talán látszik is a fejemen, és ott ugye mi azt tartottuk, hogy a fekete öv és a danok az a legnagyobb csoda, és hát rajzolgatunk is amennyit csak tudtunk saját magunknak fényképekre. Itt viszont már az egyenruhák, illetve már ezek a mezek is különböző színűek, mit takarnak ezek? Tehát ezt rangsoroljuk, vagy helyezzük el a ranglétrát. Így van, a tudásszintet, a rangot adja meg a versenyzőnek, hogy ő éppen hol áll. Az edzőknek természetesen dan, a fekete öv a magas fokozata van, a gyerekeknek a fehér övtől indul, és színesedik be, amilyen tudásnak, citromsárga, narancsárga, zöld, és így szépen mennek a fekete öv felé, erre van egy vizsgarendszer, és nekik ezt kell megcsinálniuk, ez jelzi, hogy ő mit tud, kivel tudnak küzdeni, és milyen szinten van. Tudjuk, hogy megvan az a két hajtóka, fölhúzta, nagyon egyszerű kis technika, egyik és a másik irányba. Ami fontos, nézzek, hogy ő is folytatnája a lábait, nem engedi el, nem hagyja, hogy szembe forduljon vele, és innen szépen jön át, és leszorítja. Általában ezek a srácok milyen szinten vannak, akik most itt vannak? Mert látunk ugye zöldövet, narancssárga, citromsárga. Vegyes, és én azt is mondtam az elején az edzőknek, hogy aki azért jött, hogy egy hétig jól érezze magát, természetesen mellette dzsúdozzon is, de nem célja az, hogy most egy magyar bajnok legyen, vagy komoly versenyekre készüljön, inkább csak szereti a dzsúdot, és vagy talán még nem tartott olyan szinten, ő is találja meg a számításait, de azok a versenyzők, egyébként hozzáteszem, hogy ebből van a több, akik azért jöttek, hogy beépítették a programukba, hogy egy hét Erzsébet tábor, kőkemény szakmai munka, kőkemény fizikális felkészülés, és itt most akkor meg tudjuk csinálni, hiszen ilyen nagy szőnyegfelületen, ilyen szép számban utánpótláskorú, fiatalkorú versenyzők nincsenek, tehát nincs egy olyan edzőtábor, ami ezt tudná produkálni, és tényleg rengetegen jöttek azért, hogy keményen készüljenek. Meg lehet azt mondani, vagy satszolni, hogy nagyjából a srácok hány százaléka lesz élsportoló, vagy hányan lesznek azok, akik versenyszerűen fogják ezt csinálni? Meg lehet satszolni, szokták is mondani, hogy most ez pontosan nem tudom, hogy 100 000-ből mennyi lesz olimpiai bajnok, világbajnok vagy Európa bajnok. Én azt mondtam a gyerekeknek, és azt szoktam mondani, és ez tényleg nem egy ilyen propaganda szöveg, és én úgy gondolom, hogy itt mindegyik gyerkőcben ott van a lehetőség, hogy válogatott élsportoló olimpikon lehessen, abból lesz az, aki szeretne az lenni, és mindent megtesz érte. És én ebben hiszek, és én tényleg úgy tekintek rájuk, hogy akár saját magamból is kiindulva, ha nem is az Erzsébet táborban, de sok táborban ültem fehér övvel, aztán citromsárga övvel, és néztem a nagy versenyzőket, álmodoztam, hogy talán én is oda kerülhetek, és hát oda kerültem. Valóban
az a helyzet, hogy ránézek a srácokra, és az alapján, amit láttam, amit az edzésen műveltek, nekem megfájdult a hátam, azóta már a térdem is. Talán kezdjük azzal, és bemutatom Virágot, ő lesz a csapat szóvívője, illetve a többiek is szóhoz jutnak, és én arra biztatok mindenkit, akinek gondolata van, nyugodtan kiabáljon közben, az a bácsi nagyon sápadt és gyöngyöző homlokú lesz, mert a mikrofont ő kezeli. Kezdjük azzal, Virág, hogy te lány létedre, hogy kerültél közel ehhez a dologhoz? Közben érkeznek a további versenyzők? Igen. Egy másodikban kezdtem, de anya mondta, hogy valamilyen sportot üznem kéne, és kitalálta, hogy akkor mondjuk judozok, mert hallotta, hogy nagyon kemény edzések vannak. És kemények tényleg? Igen. Sérült-e valakit? Van egy sérülés, mutassuk meg ezt a sérülést. Mi történt a lábadra, azt mondd el. Ballagásomon ő fogottkáztunk, az kiment a lábon és elszakadt a szalagon. Tehát itt hívnám fel a figyelmet, hogy ennek a sérülésnek ehhez a sportághoz semmi köze nincsen. Hát a fiatal ember konkrétan eltaknyolt a ballagáson. Beszélgessünk egy kicsit az övetekről. Látom, hogy van citromsárga, narancsárga, ez különbözőnek számít? Ez a kettő? Nem. Nem, ez ugyanaz, csak ez már használt, viseletes, az azt jelenti, hogy te sokat edzel, igaz? Melyik rang mit jelent? Tehát citromsárga az melyik? Az az alap? Nem, az fehér az alap. Fehér az alap. Akkor itt már nincsenek fehér övesek, ugye? Nem, Timi? Nincsen nagyon. De van. Van? Ide láttunk, igen, de ők most ott vannak, hát hagyjuk őket edzeni, ők csak fehér övesek, mondom ezt én gonoszan, aki valószínűleg egy átlátszövet csak tudna beszerezni magának. Tehát akkor ez van, ez a következő, ugye ez a citromsárga? Igen. Utána jön a narancsárga. Utána a zöld. Zöld. Kék. Barna. Fekete. Piros. És aztán danok és piros. És ez hány év? Mondjuk a citromsárga az hány év? Mi azt az ember? 1-2. 1-2. 3. Maximum 3. És hogyha narancssárgát szeretne az ember, az mennyi? 2-3. 2-3. Esetleg 4. De mondjuk én egy olyan 6-8, nem? Tehát, hogy te rám néztek, és akkor... De most ugye, ilyenkor rögtön az embernek az első kérdés, az főleg az olyan srácoknak, mint én, akik ninja filmek. Láttatok már ninja filmet? Igen. És szeretitek a ninja filmeket? Igen. Na, hát az én embereim. Tehát az első kérdés, hogy rendben van, szembe jön veletek mondjuk 10 suhanc, és nektek esik, akkor mennyivel tudtok elbánni? Például Virág, te voltál-e már ilyen helyzetben? Nem, hát ne is legyél. De van-e ilyen, hogy te ezen szoktatok gondolkodni? Voltál? Elfutok. Elfutás? Egyébként ez az én taktikám, tehát már nem vagyok rossz. Elfutsz tényleg? Hát, hogyha ezzel jönnek, akkor nincs is ilyen. És mennyit lehetne legyűrni? Vagy ez nem így szokás mérni ezt a dolgot? Max 2, de egyet biztos. És volt már ilyen? Nem volt. Hát ezt nem is azért csináljátok, ugye? Hogy... Nem. A Virág megmutatod nekünk az alapát? Mondjuk én mit kell csinálnom? Szembe állok veled, így? Igen. Igen. Fölfogsz a nyakadat? Micsoda? Nyakamos felállás. Fogja meg így a nyakadat? Jobbos felállás. Az mit jelent? Csudogja. Ja, így ezt fogja? Aha. Ja, mert hogy a rucit kell? Így megfogom. De most erősen markoljam meg. Aha. Mit kell csinálni? Igen. Ja, a bal lábbal. Így, igen. Jobban. Ja, jobban. Igen, így. Nem, először bal lábbal. Először bal lábbal. Bal, azzal, és gáncsolj meg. És emeld arra a lábára a test. És előre tolj. Toljam előre. Kormikával. És ledobod. Nem tudom, látta ezt a kedves néző. Na most Virág, ezt megcsinálta te is nekem. Így nyugodtan megmarkolhatod a cuccot rajta. Nem tudom, hol tudsz megfogni még. De kigáncsolhatsz és eltaknyolod, jó? A Virág gyakorlatilag ledobott a földre. Hát nagyon szépen köszönöm neked, gratulálok, nagyon büszkék rátok nagyon sokan itt. És mi lesz most, ugye ma vége van a tábornak. Hát holnap kell. Holnap lesz. És ma este lesz a bátorságpróba. Na mi a bátorságpróba? Hát még nem voltam bátorságpróba. Hát az, hogy ilyen sötétben, úgyhogy ilyen szgálljenek. Tehát akkor gyakorlatilag ez egy ilyen... Ez egy gonoszkodás, semmi köz a sporthoz. Igen. Semmi. És fél... Zellem, bum, bum. De nem vagy félősebb, ugye? Nem.